A tavalyi esztendő Káplár díjasának, Pálffy Juliannának a kiállításával vette kezdetét a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 56. nyári időszaka június 29-én a Művelődési Központban. Az idén 6 országból 17 művész alkot a telepen, mondta el Kupás Csilla szervező. Kupás Csilla arról is szólt, hogy a Hajdúsági az ország legrégebbi festőtelepe, majd Tóth Luca, a Bartók Béla Művészeti Iskola növendékének szaxofonjátékát hallgathatta meg a nagy közönség. A résztvevőket köszöntötte és a kurzust megnyitotta Kis Attila polgármester, aki többek között a következőket mondta el. 56. éve működik a művésztelep. Városunk számára nagyon fontos, nagyon komoly értékeket felhalmozott az elmúlt közel 6 évtizedben a művésztelep. Az idén 2019-et írunk, és minden évben néhány éve már Hajdúsági nyár 2016, 7, 8, most 19-et írunk, tehát a Hajdúsági nyár 2019-es rendezvény sorozat újabb nagyszerű állomásához értünk el. Nagyon sok olyan rendezvény van a városban, amely nem csak a város, nem csak a megye vagy a térség, hanem az ország közönsége számára is érdekes lehet. Az ide érkező látogatók száma, vagy ahonnan érkeztek, az mindenképpen azt mutatja, hogy nem csak helyi, hanem térségi, országos, vagy éppen nemzetközi rangú esemény házigazdája böszörmény. A művésztelep már jó néhány évtizede nemzetközi a nevében is, de valójában is, hiszen tudjuk, hogy a művészek most az idén 17-en, ugye, ahogy mondta Csilla, az ország különböző részéről, de határon túlról is, sőt nagyon gyakran más földrészekről is érkeznek ide Hajdúböszörménybe. Ahogy számunkra nagyon fontos, hogy évről évre itt vannak a művészek, működik a művésztelep, és a kölcsönös együttműködésben a város és az itt élő művészek, vagy az itt alkotó, két hétig itt alkotó művészek kölcsönhatásban vannak. Én bízom benne, hogy nem csupán mi kapunk a művészektől, mi mindig kapunk minden évben gyönyörű festményeket, alkotásokat, de bízom benne, hogy a művészek, akik ide érkeznek, ők is kapnak valamit a Hajdúságból, Kelet-Magyarországról, vagy éppen Hajdúböszörményből is. Igyekszünk megtenni mindent úgy, ahogy Csilla említette, hogy a művészek otthon érezzék magukat Hajdúböszörményben, vagy éppen Magyarországon, aki külföldről érkezett, és hát bízom benne, hogy ez az idén is így lesz. Igyekszünk olyan programot összeállítani, olyan napokat biztosítani a művészeknek, hogy az alkotás mellett a szabadidő eltöltése, a környék megismerése, vagy a tágabb környék megismerése is lehetőséget biztosítson, illetve lehetőség legyen számukra. Böszörmény számára valóban nagyon fontos a művésztelep, hiszen nálunk évtizedekkel már a művésztelep előtt is nagyon komoly képzőművészeti élet volt. Emlékeztetném a jelenlévőket, hogy nem is olyan régen a Király család egy nagyon szép kiállításán vehettünk itt részt. Ugye Király Jenő és Király Róbert apa és fia, két nagyszerű, egykori Hajdúböszörmény alkotó család kiállítását tekinthettük meg, de Magi Zoltánról is beszélhetnénk, Kápár Miklósról is, nagyon sok olyan művészről, akik sajnos már nincsenek közöttünk, de a szellemiségük a művésztelepen keresztül, képeiken, alkotásaikon keresztül itt van Hajdúböszörményben, itt vannak Hajdúböszörményben. Én biztos vagyok benne, látva a mostani kiállítást is, és ismerve a meghívott művészek körét, hogy az idei 2019-es művésztelep is olyan értékeket fog teremteni, amiket majd 5-6-10-20 év múlva fogunk igazából érteni vagy értékelni, mint az előbb említett művészek, az előbb említett nagyszerű alkotók, akik már, ahogy említette Csilla is, én magam is sajnos nincsenek közöttünk. De Isten éltesse azokat, akik itt vannak. Én azt kívánom, hogy nagyon szép két hetet töltsenek itt Hajdúböszörményben, nagyon szép alkotásokkal gazdagítsák saját alkotói munkásságukat, és egy kicsit legyek önző Hajdúböszörmény városát is, hiszen mi nagyon büszkék vagyunk arra, az elmúlt 56 évben fölgyűlt több mint 1000-1200 alkotása, amely itt van a városban, az önkormányzat, az alapítvány, vagy éppen a múzeum tulajdonában,
tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen tulajdonban van az önélek, hogy itt van a városban, és ez egy olyan kortárs gyűjtemény, amely itt van Böszörményben, ami az országban nem sok településen, beleértve a legnagyobb országos hatáskörű múzeumainkat is, tehát nem sok múzeumban, nem sok galériában található ilyen válogatás, amely nálunk van. Pálffy Julianna festőművész kiállítását Vitéz Ferenc művészeti író nyitotta meg. Pálffy Julianna városképi kompozíciója új formavilágot teremtett a művésztelep életében. Olyan humanizált és organikus elemeket, motivumokat emelt be, mint az ablak, a jellegzetes háztetők, tűzfalak, vagy éppen a kapubejárat, amelyeket montásszerűen emelt egymáshoz közel, az együvé tartozás reményében, ezáltal nagyvárosi lüktetést adva a képek hangulatához. A monokróm színvilág régi nagymestereket idéz, kiemelkedő műve a szentek templomok üvegablaka. Hölgyeim és uraim, ha valakinek ismerős lenne ez a fenti néhány mondat, az nem a véletlen műve, ugyanis Tamus István értékelte így Pálffy Julianna művésztelepi munkáit az elmúlt évi záró kiállításon, ahol a művész Káplár Miklós érmet kapott. Így tehát hűen a hagyományokhoz, most az ő egyéni tárlatával indul az 56. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepi Idény. Egyébként az alkotó maga is azt a nemzetköziséget, ezt most idézőjelbe értjük, képviseli, amelyre a telep már az 1968-70 közötti időszakban törekedett, ugyanis elsőként hívott meg határon túli magyar művészeket magyarországi telepre. És később nem csak magyar ajkúakat is, az akkori testvéri országokból, még később pedig a világnak mindegyik részéből szinte. Hogy miért említettem a határon túli magyar művészek meghívását, annak az az oka, hogy Pálffy Julianna ugyanis majdnem Magyarországon, Csapon, Závony másik oldalán született. Ungváron végezte a művészeti iskoláit, nem éppen a legideálisabb körülmények között, de klasszikus oktatást, ugyanakkor, mint ő mondja, avantgárd szellemiséget kapott, amely közegben például Duncsák Attila művészete is hatott rá. Itt egy zárójeles megjegyzést annyit talán megérdemel, hogy kevesen tudják, sokan biztosan tudják, hogy hogy a felvidéki magyar művész is Ungváron született, és 1982-ig ott élt és ott alkotott. Pálffy Julianna 1993 óta tagja a Magyar Képző és Iparművészek Szövetségének. Férjével, a szintén immár művészteleti törstag Pálffy István Putyúval eztán költöztek Magyarországra. Azóta is úton van, főleg az elmúlt másfél-két évtizedben, egyéni, páros és csoporttárlatokon, helyi és nemzetközi művésztelepeken, és úton van a művészeti ágak között is. Hiszen nem csak festőművész, de író és költő, a Móra Kiadó sikeres gyermekkönyveinek a szerzője, Kölyök Kutya könyvei több kiadást értek meg, talán 7 vagy 8 kiadásban is megjelentek már, és röviden címmel olvasható 2008-ban kiadott versei, a kötetben színes festményreprodukciói szerepelnek, mintegy 20 kép, ez tehát az előző időszak nem egyszer groteszk, szimbolikus és allegorikus festői világának a rendhagyó verses katalógusa is. Minden mellett pedig novellákat kiváló tömör, olykor humoros, olykor drámai történeteket is ír. Vitéz Ferenc arról is szólt, hogy a művész a mondani valóhoz választja a témát. A képeknek azonban nem csak mondani valójuk, hanem melódiájuk is van. Szólt a motivum csokrokról, melyek megjelennek az alkotásokon. Többek között a virágokat emelte ki Vitéz Ferenc. Pálffy Julianna kiállítása július 10-ig tekinthető meg a Művelődési Központban.